Korábban ékszerboltban dolgozott, de olyat akart alkotni, ami maradandó és nem ismert hazánkban. Lázár Sándorné Jurdik Judit gyöngyökből készít káprázatos virágokat. Erre a módszere egy külföldi weboldalon talált rá. Ennek már több mint 15 éve. Rájöttem, hogy ez az, ezt kell csinálni, és hát rengeteget hajtottam azért, hogy egy bizonyos szintre eljussak. Minél több virágot készítettem, és minél több technikát. Igazán nem volt semmi ismeretem a gyöngyökkel kapcsolatban, úgy gondoltam, én ilyet soha nem fogok csinálni, tehát valahogy mindig pici képnek tűnt, tehát meg úgy gondoltam, hogy egy ilyen gyöngymunka sose készül el. Aztán mégis jött ez a nagy szerelem, a virágok. A külföldi oldalon próbálkoztam ellesni azt, hogy miként készíthették azt a virágot. Tehát igazán akkoriban még nem volt ilyen nyílt az internet, nem volt ennyi weboldal, tehát nem volt ennyire egyszerű mondjuk kutató munkát végezni. De ugye az ember, ahogy saját maga próbálkozott, rájött, az az igazság. És jó is, hogy így magam tapasztaltam ki, mert nem mindegy, ugye, hogy egy bizonyos technikát, hogy az ember gömbölyűre készíti, vagy pedig hegyesre, tehát gondolok itt a levelekre, vagy pedig a szirmokra, azt úgy megfelelő szögben kell tartani, és akkor hát kialakul az, amit szerettünk volna. Különböző eszközök, szerszámok kellenek egy-egy ilyen gyöngyből készült virág elkészítéséhez. Csípőfogó, harapófogó, minden, és természetesen a gyöngyök kavalkádja, ki kell választani árnyalatba is mindig a legmegfelelőbbet, nagyon kell vigyázni egyébként a színekre, hogy úgy szépen összejöjjön, és hát a csokor az nyilván egy összetettebb dolog, mert nem elég megcsinálni a virágot, összeszerkeszteni, hanem hozzá még különböző anyagokat is kell használni. Most úgy tapasztaltam így a gyöngyvirágoknál, hogy nagyon jó, mondjuk amikor organzával használom, mondjuk egy esküvői csokorhoz, akkor ilyen könnyed, laza lesz. Hogyha természetes anyagot használok, mondjuk ezt a szizált, akkor teljesen más stílust kap, viszont tökéletesen illik hozzá. Lehet merésznek lenni, azt mondom, mert még tollakkal is készítettem mennyasszonyi csokrot, és kedvelt volt, tehát mindenképpen különleges. Ezért mondom, stílusra nagyon kell vigyázni, és a színekre. Régebben készítettem rendelésre, nagyon sok mennyasszonynak okoztam örömet így a virágokkal, azonban idő hiány egy kicsit most már inkább arra tolódtam, hogy inkább kiállítások felé orientálódok. A gondosan megtervezett virágok és csokrok elkészítése más-más időtartamot is igényel. Balagásokra nagyon szeretik egyébként az egyvirágos csokrokat. Ez tulajdonképpen megmarad örökre, és hát végül is mindig emlékezteti a kis ballagót arra, akitől kapta. Ezek a csokrok általában azért rövidebb idő alatt készülnek el. Inkább ilyen kis tölcsérbe teszem, és hát körülbelül bő egy nap. Ami a leghosszabb, hát az olyan 2 hónap is volt. Egy elég monumentális csokor, de hát azt még összerakni is nagyon-nagyon nehéz volt a súlya miatt. Ugye ezek a virágok dróttal készülnek, és drótra vannak erősítve. Ennél fogva hát jelentős súlyt hordoznak. Komoly szemléletformáló céllal is készül egy-egy virág. Judit egyik kedvence például egy sokak által ismert növény, ez indította el az úton. Az orchideákkal kapcsolatban mondanám, hát egyrészt a kedvencem, másrészt pedig ilyen természetjáróként nagy örömmel fotózom ezeket az orchideákat, és kutatom, kb. Mint tűt a szénakazalba, vagy szalmakazalba, szénakazalba. És utána pedig igyekszem ezt gyöngyből megfűzni. Most ennek azért két oldala is van, egyrészt azt, hogy hát öröm együtt látni gyakorlatilag ezt az emléket, másrészt pedig azt, hogy azt tapasztalom természetjáróként, hogy sokan letépdesik a virágot. És egyféleképpen azért is álltam rá ezekre az orchideákra, vagy esetleg védett növénykékre, hogy megcsináljam gyöngyből, hogy tiltakozzam ez ellen.
mert az utókor ne azt lássa majd, hogy gyöngyvirág formájában van, illetve képen. Sokan tényleg nem tudják, hogy volt virág, inkább ne tépjenek le semmit. Egy napot biztosan rá kell szállni a gyöngyök beszerzésére, amit egyébként Judit Budapestről rendel. Azt mondja, látni kell az árnyalatokat, típusokat, hogy a lehető legjobban passzoljanak a színek és az anyagok.